Sziasztok, ez itt az ETE Vízió Velencéről. Egészen pontosan a Velencei tó partjáról. Mögöttem már dübörög az EFOT, mindenütt félmeztelen emberek. A hangulat óriási. Interjúvoljuk meg a fesztiválozókat. Hát, ha akad valaki. Szárbusz, hogy hívnak? Sziasztok, Beró vagyok. Vannak tervek az estére? Van, ott van a terv. Gyere. Nem mutatja meg magát, zavarban van a lány. Van-e macskád, és miért nincs? Hát, nincs. Ti mit fogtok csinálni 40 évesen? Fasz. Bulizni. Bulizni ugyanígy. Semmi egyéb terv nincsen. Bulizni. Más nem kell. Bulizni, hogyha fáj a derekad, akkor is. Nem fog fájni. Kialudtuk magunkat, unatkozunk, lenne mit csinálni, meg nem is. Menjünk el a civil faluba, és próbáljunk ki mindent. Itthon vagyunk, mögöttem az ELTE sátor. Dömét fogjuk megkérdezni arról, hogy mit is lehet itt csinálni. A célunk a kitelepüléssel elsősorban az ELTE 8 karának bemutatása, de hogyha egy kicsit földhöz ragadtabbak vagyunk, akkor egy kis árnyékot és egy kis csobbanást szolgáltatunk az ide tévedőknek. Mennyire vagytok népszerűek? Mennyien fordulnak meg itt naponta? Hát bár ez meg csak a második nap. Azt kell, hogy mondjam, hogy meglepően sokan voltak, ilyen egy óra magasságában sorba álltak az emberek, és ami talán igazán kiemelendő az, hogy oktatásügyi ombudsman úr is betévedt hozzánk egyszer-kétszer, úgyhogy igazán sikeres a mai napunk. Voltak-e pozitív, negatív vagy bármilyen különlegesebb tapasztalatok az ELTE-vel kapcsolatban a fesztiválozók részéről? Azt kell, hogy mondjam, hogy egész nap csak és kizárólag pozitív tapasztalataink vannak, ami túlzásnak tűnhet, de tényleg egész nap. Lehet, hogy ez csak azért van, mert vízipisztolyt is osztunk, de tényleg csak pozitív dolgok vannak. A civil faluban a sok játék mellett azért igen komoly témákkal is találkozhatunk, olyan dolgokról beszélhetünk, amikről általában nem szoktunk, nem merünk, vagy éppenséggel nem érdekel, minket pedig érdekelhetne. Melyik sátorban vagyunk most? Itt most a Stop STD sátorban vagyunk. Mi orvosok vagyunk, bőrésnemi gyógyászok, létrehoztunk egy társadalmi felelősségvállalás kampányt, aminek az a célja, hogy fiatalokkal beszélgessünk minél többet nemi úton terjedő betegségekről. Hiszen úgy lehet valamit hatékonyan megelőzni, hogyha minél több információval rendelkezünk. Itt egy ilyen interaktív beszélgetés, kérdőív kitöltés kapcsán történik, és így próbáljuk meg az ismereteinket átadni. A tapasztalatok alapján a fiatalok mennyire informáltak, mennyire alulinformáltak esetleg? Mi a tapasztalat erről? Hát a tapasztalatunk az, hogy nagyon sok ismerethiány van, és nagyon sok tévhit van. Ezeket jó lenne eloszlatni, viszont egy pozitív tapasztalat az, hogy a fiatalok nagyon nyitottak. Nagyon sokan jönnek, nagyon sokat kérdeznek, és ez egy jó dolog. Amint láthattátok, nem lehet unatkozni a civil faluban. 1 millió dolgot kipróbáltunk, egy kicsit bele is fáradtunk, úgyhogy most irány egy kicsit a víz, aztán este parti.